Sziasztok! Szép estét kívánok! Folytatjuk a Far Cry 6-ot. Jelen nagyon helyes. Bár sajnos jóvá én nem tudom Pro 2-n, de értékelem mindenképp. Jó. Szóval folytatjuk. Ahogy tegnap ígértem, magával ragadott a játék. Mert hát Far Cry. És a Far Cry jó. Na, úgyhogy nézzük is. Én azt javaslom. Elnézést a csúszásért, csak hát a Ubisoft launcher az hát éppen, hogy elindult. Jó? Na, itt van a játék. Íme. Oké. És itt hagytuk abba. Oké. Hello, sziasztok. Hát kezdjünk, Buksi. Take a look at my stock. Miért mászik bele az arcomba? Szia, uram, egyébként. Na, oké, és szóval, ott hagytuk abba, hogy felszabadítottuk ezt a helyet. Úgyhogy most itt egy kicsit körülnézünk. Oké. Mindenki benzint akar. Hey, here. Sidequest, majd jövünk. Na, lássuk, mi van itt. Oké. Jó, annyi lőszerünk maradt, hogy nem is kell fölvennünk. Jó. Még arra elnézünk. Á, ott van egy workbench. Hola! Stay strong! Jó, ne, szerintem... Hát most egyelőre nem hiszem, hogy fog kelleni. Az igen, segít, Adri. Jó. Egyébként feltöltöttem már YouTube-ra a tegnapi adást. A YouTube már reklamál, hogy... Storage room keycard. Tehát már reklamál, hogy van valami zene, ami... hát problémás. Szóval ez így vicces lesz. Mindegy, a YouTube-on igazából annyi, hogy nem leszek jogosult... pénzre. De mondjuk... YouTube-on amúgy se vagyok. Úgyhogy tök mindegy. Ó, és itt lehet autót hívni. Ó. Egy jó piros. De nem lehet. Hát ez ilyen Shady Tadri, ne húzd fel magad ezen. Ez van. Na, akkor ez megvan.
Jó, hát szerintem menjünk a questtel. És akkor csináljuk csak, hogy meglegyen a pecabot. Ide tudunk-e fast travel-ölni? Ez az. Szuper. Azon csodálkoztam, hogy a Twitch még nem némította ki a vodot. Un mensaje especial para Yara del presidente Castillo. Together, true Yarans can accomplish it. Körbe kell kerülni, és itt van egy ellenséges terület. Jó. Szerzünk egy lovat. Oh. Hello. Na menjünk. Easy now, easy. Jó. Minden rendben van. Na mindegy, szóval a zenére majd tényleg figyelni kell, mert nehogy baj legyen. Na, erre tovább haladok. Nehogy baj legyen belőle. Itt már voltunk, ugye? Igen. Igen. Itt rámoltuk ki a... Lehet, hogy nem lóváton kéne menni. Fene se tudja. Na bazd meg. Mehetünk gyalog. Nem baj, legalább kilótoljuk. Miért piros? Három élete van. Eldobok addig. Ne pofáz. Nothing, I suppose. Na bazd meg. Jön egy másik kocsi. Hello, L. Márton, vagy I. Márton, ez az, ami sose fog kiderülni. Egy L vagy I. Márton.
Na, kicsit nézzünk szét. El, oké. Okay. Rendben. Jó. Hát ön őrült nagy védelem nincs itt azért. Vagy még nem látom. Na hát. Nincs bent az a fegyver. Hát, fal helyett. Igen, ezt a snipert betesszük. Jó, sokkal nem lett jobb azért a helyzet, de... Yeah, taking care of a commandante problem for Benito. Watch yourself. The military in Benzejo is much stronger, better equipped, and better trained. Find some high ground, do some scouting before you pull the trigger. Remember, rule number 9, right tool for the right job. Rule number 10, shut the fuck up. You're an adult and can make your own decisions. Spread your wings and fly, little bird. Gyanús a csend. Miért nincs itt egy ember se? Itt is a torony teljesen üres. Na mindegy, bentebb megyünk. Gondolom ott azért már lesznek népek. Oké, itt egy workbench. Jó, igen, ezt lehet majd használni. I should keep an eye out for Rosario. Aha. Jó, hát itt azért már vannak. Hú, hogy is volt, mivel kell elővenni a telót? Ilyen. Nem, nem ezzel. El is felejtettem, hogy... Na várjatok. Ezt meg kell nézni, mert elfelejtettem, mivel a telefont elővenni. Nem ez kell. Egyáltalán megtalálom. Phone kamera X. Oké. Okay. Igen. Na és akkor lehet, hogy most már meg fogjuk tudni csinálni a sniperes. És akkor ott sincsenek. Jó, van egy tankjuk. Már azt el lehet lopni? Oké, ott is van még egy. Combat shield-es. Jó, menjünk még kicsit tovább. Ah, itt is van egy. Shit, the commandante is in here. Jó, akkor gondolom ennyi volt. Na, akkor nézzük ezt a snipert. Most hát, ha végre ki lehet próbálni. Rosario's not here. She has to be at the other side. Primary weapon 1. Igen. Armor socket. Armor piercing rounds, ez azt meg tudjuk csinálni. Remek. Oké, okay, és akkor most ez be is van téve, így van. Van rajta acog, ahogy a szakértők mondják. Hát nem tudom, hogy ilyenünk nincs is. Yeah. Na hát akkor... Csipegessünk.
sign of Rosario. I should keep looking. Mi a... Hűha! Na, jött a segítség. Oké. Ezt az a tankkal mit csináljak? Azon az armor piercing round az nem nagyon. Supremo can kill that tank. Or maybe I can steal it. Na lássuk. Comandante Rosario is in here. I need to keep searching. Hát közel volt. Hát igen, ez egy tank alapvetően. Hát... Elvileg van ott egy másik tank. A kérdés, hogy addig eljutok-e. Próbáljuk meg. Ez jól lesz. Attól félek, hogyha meglát, akkor elkezd lövöldözni. Tank. Már nem lehet használni. Na. Shit, the commandante is in here. Ennyi. Más egyéb? Szuper. No sign of Rosario. I should keep looking. Na, egyébként még jó, hogy régebben játszottam World of Tanks-el. Oké, na hát nézzünk itt szét. Azt mondja, hogy nincs itt a parancsnok. Hát gondolom az a következő bázison lesz. Úgyhogy akkor mindjárt megyünk tovább. Csak itt egy picit lootolunk. Na, gyerünk akkor tovább. Itt is valószínű megint föl kellene majd menni a hegyre. Megpróbálunk fölmenni a hegyre. Jó, és akkor itt megint van egy, ott fönt egy workbench, gondolom majd ott lehet. Ott lehet majd megint a fegyveren alakítani, ha szükséges. That must be Rosario. Á, ott is van. A riasztó. Lehet, hogy azt kéne először kilőni.
Sőt, biztos is. Aztán utána a snipert. Aha, és akkor neki már ilyen soft target rounds az a gyengéje. Neki ilyen robbanó töltet. Na most valami nem tudja beszkennelni. Meg armor piercing rounds, aha. Jó, hát először megpróbáljuk kilőni a riasztót, aztán a snipert. Jó. Mondjuk ilyen roundunk van. Remélem ezzel ki lehet lőni a riasztót. Ha nem, akkor bajba leszünk. Igen, gondolom, hogy a sniper az leszed. Zsír. Oké. A pajzs nem érte rohadék. Azon mi van ilyen? Hűha. Vannak bajok. Jól látom. Jó lesz. Te a játékban nincs amúgy heal már, mint... Vagy még csak én nem találtam meg. Még mindig így várni kell. Ott van a parancsnok. Az nem tudom, mit állott, amúgy. Na, lássuk. Okay, Benito. Rosario is dead, and the fuel is flowing again. Sí, carajo. I admit I got my doubts about Clara, but I never doubted you, mija. I know a thing or two about looking out for your own. Tell Clara I'm heading to her camp. She's got our boats and our support. Gracias, Danny. Így az bent van valami mögött. Na mindjárt. Nem dob el addig. Benito's back on your side. He's on his way to you right now. Na, valahogy le kéne oda jutni. Aztán még. Just remember our deal. I've paid my rent and then some. One of those boats has me sailing to Miami. I keep my word, Danny. How about we change history first? Shit, drop! Ne. Nem. Rettenetes volt. De nem baj. Így ellenséges állat. Okay, careful, Danny.
respawnolnak. Ennek nem örül. Sniper on Overwatch. Na már a keség is jön, értem. Na, még a keség is megtámad, az meg. Ezek szivatnak engem. Még kutya is van. Hát jó lesz. Na, nem jönnek? Tűnt. Nem tudom, halogat a kutya, nem látom. Ah. Bring it on. Na jó van. Hát onnan mondjuk ugathat, az nem különösebben érdekel. Menjünk tovább. Jó, na, lootoljunk. És amúgy ez a terület mindig ellenséges marad. Ezt nem lehet felszabadítani egyáltalán. Kulcs. Ja, még ott le lehetett menni, várjatok. Ezt így csak megnézzük. Lehet, hogy itt van a nagy stash. Oh, így van. Micsoda táska. Ez lett volna Rosariónak a feladata. Na. Oké. Akkor szerintem innen mehetünk is. De még itt azért kinézek. De szerintem itt más nincsen.
Jó, mehetünk. Na, és akkor vissza kell mennünk elvileg a bázisra. Fast travel unavailable while in combat. Tehát mi most harcban vagyunk? Lehet, hogy a keselyű miatt megtámadott minket. Na, vissza is értünk. Micsoda okosságok. Camilla. You want us to take down Anton's ships? We're goddamn fishermen. Then leave us to die again, compadre. The fuck are you doing? Try it. It's fun. What's the plan, Heffa? For Anton to see us from the fucking capital? Yes. Well, it's working. You've got 20 minutes until Anton's forces come. So you better start running. Go! I said, run! Rules of the guerrilla, Juan Cortez. A revolution is not won by the fearless. It's won by the feared. What does Anton Castillo fear? Free elections, free expression, free outcasts. Ayara free of Castillos. But he will fear nothing. Unless you are willing to die for your freedom today. Not when we have more believers or more guns, today. Because today, I'm going to punch a hole through Castile's warships! I am not fearless. I am scared as hell. But I promise you one thing. I will be feared. Viva Libertad. Viva Libertad. Viva Libertad. Let's go home, Grias. Does she know what she's doing? Who cares, Danny? She knows what we need. See you from the sky, guerrilla. Ekkora szivar dobott, te láttátok? Oké. Mindent értek. Chopper up and running? See, but there's an anti-aircraft cannon blocking the airspace around Castillo's warships. Okay, Juan, I'll take it out. Sirio, okay. Because if it gets me, I'll make sure my fiery corpse comes down on you like a meteor. Jó, csináljuk. Le kell szedni a... mondjad már ezt a anti-aircraft löveget. Jó, gyerünk innen a faluból. Este es un anuncio especial del presidente Anton Castillo. Szerzünk egy lovat. És itt lehet váltani, hogy mi álljon. Hola, horse.
That's it. You're okay. Sose fogom megszokni. Oké. Na gyerünk. Ledudál a traktor. És akkor itt különböző régiók vannak. I wanted to tell you something. Hell of a speech you gave. Listen to me. Whatever happens now, I wanted to thank you. For everything you've done for Libertad. And for me. Thank me once we've blasted through Castillo's blockade. See you on the other side, Danny. You see now. Hát, hát csinálják. Én megyek a dolgomra. Mondjuk mindjárt ott vagyunk. Jó, na innen megyünk gyalog. Better watch my step. És hogy lehet felrobbantani? Mármint, hogy van erre valami célszerszám? Először kiszedjük a embereket. Rakétalövő cucc. Hát... Igen, én is arra gondolok, hogy... Valószínűleg az. Dobjuk ide a susnyásba. Hát igen, azt írja, hogy egy teljesen csöndes megölési mód, csak közben ordít a fickó. Vagy hát illető, attól függ. Hello! Akár följöhetnél ide. Vagy én is lemehetnék oda.
Igen, Shady Tadri, tudom, hogy arra gondolsz. Majd megpróbáljuk azzal. Na, hát ha most följön. Nem, nem jön föl. Más, amarra meg mindjárt meglátnak. Officert szerintem nem tudom macsetével leszedni. De mindjárt kipróbáljuk. Csak előbb megoldjuk ezt. Hogy kéne? Meg kéne várni, még visszajön ide a tiszt. Csak mi van, ha nem jön vissza? Várunk egy kicsit. És akkor már csak az az egy József van ott fönt elvileg. A nagy papával.
Oké. Na. És akkor most valahogy föl kellene robbantani. Még egy kis uránium. Miért is ne? Na, hát... Tényleg nem tudom, hogy... Blow up. De most tényleg a izével kellene? Hát igen, azzal. Jó. Hát végül is megoldottuk. Na, viszont szerintem el kéne innen húzni a vérbe, mert... Hey, anti-aircraft cannons out. The sky is yours. Now go get those ships, and Juan will be your avenging angel of death. Whatever. As long as you got my back. I've got your back. Fresh cigar and 12,000 rounds of divine wrath. Vamos echando! És akkor most a hajókat kéne leszedni? Hát gondolom. Jó, hát akkor megyünk arra. Akkor érdekes, hogy ezeket a területeket nem lehet sohasem felszabadítani. Fura, lehet, hogy még valamit kéne persze csinálni, de... Hát, na mindegy. Hol a lovam? És nem lehet... I need a ride. Keys are in the ignition. Don't wreck this one, okay? Hey, thanks. Most már van verdenk is. Eddig jöttünk. Ott van egy workbench. Vagy itt nincsenek ellenséges? Nincsenek. Clara, I'm close to Castillo's ships. Muy bien, Danny. You'll be boarding those ships as our assault element. Julio, where are you? I'm in the lighthouse, sitting pretty with an RPG in perfect line of sight to the ships. Want to hear your voice, Raisa? Top of the tower, round in the chamber, scope dialed in. Juan? Poker of guerrillas! Air Juan is in the skies and my bullets are hungry! Remember, we take those ships and we punch a fucking hole straight to our island. We get one shot at this, Libertad. See you on the other side. Jó, és én mit csináljak? Meg mivel fogok lőni, majd kapok itt egy RPG-t. Remélem. Danny, you want to use your camera to check out the defenses on those ships. Look before you leap. If Lita was with us now, she'd be smiling. And halfway to those ships already. If Lita was here, I'd kick her ass for keeping you a secret. Take care of yourself, Julio. Should kill the alarm. Aha, a riasztót kell majd kiszedni.
És hajónként van kettő, ahogy látom. Kamera. Ja. Hát a szívás. De, jó, és akkor... Ja, hogy menjek oda? Hát ez sok mindent megmagyaráz. Oké. Ebből mi lesz? Szerintem nem fognak észrevenni. Úszni tudok amúgy. Hát gondolom. Jó. Minden világos. Azt hiszem. I'm on board. This is it, Danny. Clear those ships and don't be afraid of using their own weapons against them. Those turrets pack one hell of a punch. Hát, ki tudok én iktatni négy riasztót, úgyhogy nem vesznek észre. Eléggé költői kérdés volt. Most jó jönne egy kamera hack, csak az egy másik játék. Ah, ott a riasztó. Baszki. Jó, megbocsájt a játék a hibáknak. Hello, Sheriff. Jaj, ez ott van fönt. Raúl, come in! Raúl, you copy? Ez is riasztó. Ez is riasztó. Oké, akkor ezen a hajón elvileg nincs több riasztó. Most már át kéne menni a másik hajóra. Itt van fölöttem ez a József. Jó. Hát, én ennek különösen örülök. Átmegyünk a másik hajóra. Látom, itt, ott is hasonlóan vannak ezek a riasztók elhelyezve.
hogy ott kicsit... Ó, de ott van még egy... Bassza meg tényleg. Ez baj. Hát akkor megpróbálunk átmenni oda. Nem tudom, hogy itt föl lehet-e menni. Hát ott nagyon sokan vannak, oda nem fog tudni eljutni így, az a baj. De lehet, hogy nem is így kell ezt megcsinálni. De megpróbáljuk. Hát ha rövid látok, így van XRT. De hogy süketek, az biztos. De nem tudom elcsalni. Nem. Basszus. Na, faszad. Jó, hát erő ennyit. Egy próbát megért. De sokan vannak.
Még innen is lőnek. De hiába nyomom az éjt, nem történik semmi. Elolvas tapsoros. Hogy innen kezdjük. Nagyon jó. Ó, mindent ér. Jó, a helikoptereket is le kell szedni, értem. Értem. Nem fordul arra el. Tudok-e valamit kezdeni? Mi az, baráti? Azt ne lőjem. Oké. Jó, megyünk. Jó lenne, ha nem itt lőnének agyon. Jogos XRT, megnézzük majd. Jó. Vannak.
Juan? Na, és akkor most? Clara, it's over. Let's get the fuck out of here. We couldn't have done it without you, Danny. We're not done yet. I'm going to hang back, set charges, and make sure those ships are blown to shit. Check in when you're done, Julio. Copy that. Danny, I'm on my way to pick you up. Na. Megoldottuk. Where are you, Clara? Van egy olyan érzésem, hogy nem volt ez azért olyan sima. Mármint, hogy lesz itt még valami meglepi szerintem. There's Clara. Libertad, Danny. Okay. Hát megnézem XRT, gyanús minden esetre. Mert valami healnek lennie kéne. Hell of a fireworks show. I have to give you credit, Clara. You fucking did it. We did it, Danny. That was the difference. What's your plan when you reach America? Me and my friend Alejo were going to work shit jobs until we could scrape up some money, open a body shop. If the Yankee blockade taught us anything, it's how to keep shit things job. Running when you got nothing. That's the dream. Sure, Yankees might pay you to park their cars or pick their fruit, but you'll never be one of them. The American dream doesn't come in our color. Okay. If we're shitting on dreams, what are you going to do if you win, Presidente Garcia? The next president won't last 6 months before they are assassinated. Wait, what? It's the truth. Won't free election solve that? What happened to your list? It's a vision, Danny. But I'm not as naive as you think. This revolution will free Yara, but won't fix it. When we take the capital, Yara will be burning. Could be civil war, factions, warlords, foreign-backed coups. Take your pick. Yarans will be killing Yarans for a generation. Uh-huh. This fight will take the rest of my life. Yara is stuck in a cycle of tyranny and revolution. My job is to show us how to break it. This isn't a dream, is it? You have to do this. What makes you say that? No one would choose this. No, Danny. Everyone who follows me, who joins Libertad, chooses this. But you know, I can really see you stocking shelves in one of those giant Yankee supermarkets. Fuck you. No, no, no. I just think you'd look good in a little uniform, name tag, maybe a fancy apron. Leave me out of your fantasies, Clara. Hello, Perroquen. Bienvenidos a mi casa. My favorite guerrillas. I missed my island. Tonight we celebrate. I'm sorry, Jefa. What's wrong? Julio never checked in. Libertad will kill you fucking truyarins! Traidores! Criminales! Puta! Mio, the difference between a true yarn and a fake yarn, it can be hard to see, but it's there. A true yarn understands that loyalty to country is key to his survival. Not justice, not love, not even family. Loyalty to a vision that looks beyond themselves. Come mierda. Fake yarns love to be the outcasts. They are addicted to their selfish perversions. Chaos, lies, like wild dogs. But dogs can be broken. They can serve paradise. And if a dog refuses to break, like
Julio here, like Clara Garcia, like Libertad, then we must put them down. Papa, you've proved your point. Put Julio down. This is a difficult step to paradise, Mio, I understand. But when you achieve our vision, I promise you, there will be no more steps. I'm coming, Lita. Fine. Then, enjoy the show. Hát így is lehet gyereket nevelni. Remek. Julio checked in. Proof of death. Join your friend Lita in a suite hereafter. I keep my promises, Danny. You wanted a boat, you got a boat. It's a beautiful piece of shit, but it'll get you to a Yankee beach. One with the naked fatties. You two are just gonna let me leave? Bullshit. You could have sold us out a long time ago. You're my best, Kiria. I can't promise you victory, I can't even promise you survival. What I can promise you is this. You are the lucky one. That usually work? 50-50. Okay. Hey, Pinga. I bet this fucking boat will sink halfway to Miami. Hat. Military presence increased. Jó, beszéljünk Juannal. Hell of an office, Juan. Want me to make you the best supremos and resolver weapons? You need depleted uranium. Lucky for you, Castillo has stashed his supply with the biggest guns on the island, his anti-aircraft cannons. When you got some of that sweet uranium, you can bring it back to my office, or to one of my associates. If you capture an FND base, a member of Team Juan will move in and give you access to my inventory. And don't forget, rank has its privileges. When Clara is kind enough to promote you, we'll be able to hook you up with better gear. Just have those pesos ready. Even in revolution, nothing comes free. And here's some advice, guerrilla to guerrilla. Have some fun, for fuck's sake. Die with a smile on your face. Okay. Jó, hát gondolom ez csak tényleg az, hogy... You'll be back. Hova tudunk rútolni? Ó. Igen, mindegyik hasznosnak tűnik. Ez hasznosnak tűnik, ez meg látványosnak. Na, mi van még itt?
Ja, és akkor ezt lehet urániumért vásárolni itt a boltba. Jó, hát... Explosive ring. Hát, megnézzük ezt. Hát, megnézzük meg ezt. Hát ez az EMP, ez annyira nem. Amúgy, hát... Jó, föltesszük, mert azért, mert hasznos. Alapvetően. Ugye, hogy kiüti a security system, tehát a riasztót. Csak kitalálom mondani. Csoda, elmebeteg fegyverek. Hát igen, mondjuk az, hogy egy silent, ez is jó lesz majd. Ez crossbow. Ez meg egy kis pisztoly. Ja. Közelharcra. Oké, szuper. Jó, föl is tesszük szerintem. Ezt. Ja, ezt föltesszük. Ó, és vannak ilyen skinek hozzá. Nagyon jó. És ezt lehet a spraykenekért. Hát ez mondjuk elég jól néz ki. Úgyhogy akkor ezt be is tesszük. És akkor lehet még ilyen gadgeteket. De ez csak a workbench-en. Jó. Oké, és akkor ezt feltettük. Egész jól néz ki. Hát ezt a maszkot most már levesszük. Mint egy kicsit bugos lenne a... Na mindegy. Oké. Ilyenünk nincs másik most, ugye nincs. Ez sincs. Cipő. Hát ez csak jobban néz ki. Meg van ugye a... Ez a tűzálló cucc, meg a karóra. Jó. És akkor még szerintem, hát... Ehelyett... Megnézzük ezt. Megpróbáljuk ezt. Oké. Jó, itt van még egy kis cucc, és akkor hol van, még a workbench-et keresnék. Itt van. Na, és akkor, hát szerintem ez nincs semmi különös. Nincs. Oké. Sincs semmi mód, nincs. Jó. Ehhez. Hát. Ezt egyelőre hagyjuk így, mert nem akarom még bántani. És akkor a Supremohoz. Aha. Fuel canister.
EMP grenade. Aha, jó, és akkor ezek vannak betéve. Jó. Azt hiszem mindent értek. És akkor ezt lehet cserélni. Jó. Bal kéz. Jaja. Mert melyik kézen kell hordani az órát? Ezt sose tudtam, nekem mindig a bal kezemen van. Jó. Sadaim el sincs modunk, ugye? Nincs. Nincs semmi. Jó. Hát majd útolgat. Várjátok, még a kocsit megnézem. Nem lehet. Meg ez kell akkor vehicle scrap. Jó. Oké. Esetleg, ha vadászni elmegyünk, akkor tudunk trédelni. What are you waiting for? Go check out my weapons, Danny. Jó, Isten ez. Oké, menjünk tovább. De akkor most, hát nem lehetett választani, ugye, hogy elmegyünk Miami-ba. Szerintem nem lehetett. De amúgy sem akarnék elmenni. Nagyon a szívemhez nőtt ez a sziget. Akkor most már a... Ja, itt vagyunk a kis szigeten, oké. Okay. Jó, rendben van. Hát gondolom vissza lehet majd jönni, mert itt még azért szerintem van tennivaló, ilyen sidequestek. Akkor most menjünk itt a main questen. Once you're back at Santuario, shake the trees for guns, ammo, new believers. Cassio was surprised. Let's keep it that way. Welcome to Libertad, Danny. I can leave any time. What's the rush? Inspiring. Let's free Yara, shall we? Castile controls all of Yara with soldados, slaves, and blood. The capital is a stronghold. We take Esperanza, we free Yara. Best chance we got to weaken Castillo is to hit military targets like FND bases and checkpoints. But most important, we have to surround Esperanza and trap Castillo in his cage. That means targeted operations that will unite the revolution and make Libertad stronger. To do that, I need you to recruit three groups in Yara to fight with Libertad. Each is waging war across Yara with a different piece of Castillo's empire, all controlled by his inner circle. In El Este, foreign invaders like Mickey Industries suck our resources dry, and Admiral Benitez defends Castillo's poison lifeline. But the old legends of 67 can help us turn the tide. They're hiding in the jungles of the highest mountains of Yara. Their greatest guerrilla, El Tigre, is waiting with open arms to help you bring them on our side. Then we have Valle de Oro. Not just the engine of Castillo's Viviro operation, but also his propaganda machine, run by his Minister of Culture, Maria Marquesa. But I have some old friends who can run our counter-propaganda campaign, Maximas Matanzas. They were the voice of the protests and can mobilize Yara's dissidents to fight for Libertad. They've gone dark, last seen at a fort in Balaceras. We need to find them before Castillo's forces do. In Madrugada, we have Castillo's nephew, Jose. A slave driver who forces outcasts to grow that poison Viviro tobacco. But the Montero family is waging war against Jose. They hate visitors, but I have intel on a mechanic who has a workshop in Costa del Mar. His name is Philip Arzaga, and he's their gatekeeper. If I were you, Danny, I'd start in Madrugada. We take back that tobacco with the Montero's help, and we gut Castillo's Viviro at the source. You just need to find this mechanic, Philly. I'll be here actioning targeted Libertad strikes against Castillo throughout Yara. Hang on.
I'm gonna get all these groups to sign up for Libertad by myself? How? Simple. You help. Any way you can. Világos. Tehát minden régióban van egy-egy ilyen segéderő, akik már elkezdtek dolgozni, csak I send a squad to these groups. Be kell segíteni. I send a scout, then I'm not serious. With you, they get my best career without politics and bullshit. Just help. Libertad takes the capital, we slit Anton's throat, maybe drink his blood, etc, etc. Then he needs a walk. Viva Libertad, jefa. Yeah, yeah. I'm not Tara's best guerrilla, you are. You're not listening. Translate, Juan. The accent. Clara hides it best she can, but she was born rich. From a family of true Yaren she left behind. She can shoot, bleed, drink with us all she wants. But she can't hide the stink of the upper class. What's that have to do with me? You are an orphan, Danny. Poor, from the dirt. When they see you, they don't see politics. They see they have no excuse. She's using me. See? And you're using her right back. Do you want to kill Anton? See? You want to free Yara? Sure you do. But here's what Clara can't say, but you and I both know. You want this. You're a guerrilla. And for a guerrilla, the shit my pants rush of an ambush, the smell of sulfur burning your nostrils, it's fun. Don't worry. Your secret is safe with me. Oké, világos a teendő. Tehát segíteni kell mindenkinek az egyes régiókba elkapni a főnököket. Egyszerű. És akkor melyikkel? Bármelyikkel kezdhetek. Tehát mindegy, melyik irányba megyek. Most bebételt engem? Na jó. Mindegy. Nem Shedit Adri, nem az lesz. Hát, mondjuk majdnem. Először ki kell, meg kell venni a shopba, nem tudom. Danny, let's do business! Nem, na mindegy. Top of the line supplies for you! Jó, oké. Na, XRT amúgy leírta, hogy hol kell hordani a karórát. Smell that? Castillo just shit his pants because we fucked up his blockade. Jó. Na. Hát akkor merre menjünk? Lehet, hogy abba a sorrendbe kéne, ahogy a szövegezés is volt. Hát nem ide. Hát akkor menjünk az El Tigre felé. És akkor gondolom, oda hajóval kéne menni.
De valamiért nem tudom kivenni a kutyát. Tehát le van lokkolva. Ja, hogy ezt a kutyát? Nem. Igen, XRT. Te. You are such a good dog. Nem good dog, good boy. Hey, te. Csak sikerült. Na, akkor... Don't get yourself killed up there. Esetleg még megpróbálom a... fickónak a shopjába kivenni. Hát igen, Shedit Adri, de ezt szokták mondani, hogy good boy. Who's a good boy? De nem, itt biztos, hogy nem itt. Nem. Hát, vagy én nem látok valamit, vagy megint bebugolt valami, de hát annyi baj legyen. Jó, tehát akkor ezen a szigeten van minden, ami kell. Tehát, hogyha bármi teendünk van, ide kell visszajönni. Stop soros, az is jó, igen. Meg hogy mikor milyen. Bár nyilván nem akarok én itt... ebben most állást foglalni, de valóban manapság ez egy kicsit nehéz. Na, tehát hogy bonyolult a dolog, maradjunk annyiba. Kéne egy hajó, mondjuk ez. Én így szoktam felszállni, jó? Oké, megyünk. Na hát mondjuk igen, stopsoros, ez még inkább, tehát hogyha nem is kutyának vallja magát, hanem valami... Igen. Igen, ez... Ti hallottatok valamit? They're specially trained and heavily armed. Fuck you, smartass. But yes, you've been warned. Egy régi ismerős. Ja, jól néz ki amúgy. Shark hunting spot. De akkor mi most megkaptuk amúgy a pecabotot? Remélem meg. Hol tudunk kikötni? Hát mondjuk itt. El este. Hát igen, már este van, ez kétségtelen. Jó, ott kikötünk. Hello mobile, mobile. Csak kimondom. Jó a soundtrack, igen. Majd remélem, hogy a Twitch is így gondolja, hogy ez egy soundtrack a játékon belül.
Na, kikötő. Hú. Kezdődik az őrület. De ezek most egymásra lőnek, vagy... Hűha! Krumpis tészta befigyel. Na, hogy a potétó. Ah. Na most működött az é. Honnan a tökömből lőnek? Ja, jó, látom már. Lara, I'm here at Leste. What do you mean? Van egy sniper, nagyon örülök neki. El Tigre? That's me. You must be that kid Clara mentioned. Libertad's chosen one. I'm not a kid. Of course not. You're baby Tigre. And don't worry, I'll make sure you don't end up one of Benitez's trophies. Who's Benitez? Head of Castillo's Navy, a real sea monster. She likes to hang traitors like fish for all of El Este to see. Val carajo. Well, I'm in El Este now. I love it. All of it. You, have a long night? The rum and coke was flowing last night, baby Tigre. Minus the coke. Been there. I'm sending you some photos. Should help you find us. Is that a crab? Raw? See. To need it. Now get moving up our mountain. We can't wait to meet you, baby Tigre. Éppen még csak ide értem erre a szigetre, és már is foglalkoztatva vagyok. Baszki. Hát de mi történik itt? Ezt nem hiszem el. Na jó. Jaj, magam körül? Oké. Okay.
Na vajon fölvesz, vagy nem? Nem fog felszedni. Hát jó. A space-el lassítottam a vérzést. Na mindegy, valahogy igyekszem elkerülni a bajt. Jó, itt vagyunk, remélem. Elteszik a fegyvert is. Picit lootolunk. Kéne egy kocsi. Kezdjük ott. Slow volt szerintem. Na, minden szuper. El Tigre? Na. It's me. You must be that kid Clara mentioned. Libertad's chosen one. I'm not a kid. Of course not. You're baby Tigre. And don't worry, I'll make sure you don't end up one of Benitez's trophies. Who's Benitez? Head of Castillo's Navy, a real sea monster. She likes to hang traitors like fish for all of El Este to see. Pal carajo. Well, I'm in El Este now. I love it. All of it. You, have a long night? The rum and coke was flowing last night, baby Tigre. Minus the coke. Been there. I'm sending you some photos. Should help you find us. Is that a crab? Rock? See. Call me when you get there. And bring grappling gear. You're going to need it. Now get moving up our mountain. We can't wait to meet you, baby Tigre. Jó. Na most már értem is, hogy mi történt. Oké. Okay. Na hát ezt kell megtalálni. Gondolom akkor arra kell menni. Jó. Hát megpróbálunk itt gyalog. Hát el tudunk menni gyalog. Ja, simán. Egy kis esti hegymászás az mindig jót tesz. Még itt egy jó side quest. I think these will help. What do you know? Ever wondered how the soldados get their orders in El Este? Answer is, the radio station at the top of the mountain nearby. They turn that place into a fort. If you walk in, stay out of sight. They'll shoot you dead and throw you off the mountain. Gracias, gracias. Torony time, yeah. Ilyen rádiótornyokat kell kiszedni. Menet közben azért a lootot összeszedjük. Hát, hogyha hagyja a játék, hogy összeszedjük a lootot. Nem oké. Akkor csak azért se. Jó, megyünk tovább. Libertad, I hear the legends live in the mountains. If I was looking for them, that's where I'd start.
Minden rendben. Ne is törődj velem, itt se voltam. Oké, és akkor erre tovább egyenesen, ugye? Igen. Hey. Mármint, hogy én. You must be Danny Rojas. Nice job getting off Santuario. Kösz. Hunting spot. Jó, hát akkor gondolom ez itt lehet vadászni, és akkor azokat lehet eltrédelni különböző alkatrészekre. És ott van a crab rock. Nagyon jó. Jó, menjünk tovább. Szuper, szuper. Nem, hanem ez. Konyo. Dog. Fú, itt mindjárt akció lesz. Hát, vagy nem. Tiszta ideg állapotba kerültek. Hát, Sedit Adri, előbb az a macska is ott nagyon settenkedett valamibe. Másik fajta ruha. Jó, na gyerünk, ne időzzünk. Hey, El Tigre. I'm at the Crab Rock. Very artistic. Lorenzo's the artist, and we guerrillas are like the crabs. Hard shells? Sharp claws? They fight from the jungle to give birth in the ocean. We fought from the ocean and gave birth to la revolución. Sí. I got it. Take the footpath up the mountain. Very easy. A guerrilla must be sure-footed, like a goat. Goat? I thought we were like a crab. Hello? Finga. Ne zavard össze. Jó, akkor föl a hegyre. Gondolom. Said she had dinner with Lorenzo last week, but she also talks to her dead cousin, so who knows? Hát, igen. Nincs télerő, mi? The guerrilla will set this country right. Még ennyi kecskét? Nem lehet vagyok valamit? Meg... nem lehet. Nem lehet megsimogatni a kecskéket. Tudjátok, mi ez a hang? Suti! Shit! Looks like the waterfall from El Tigre's photo. Need to get up there. Oh, baski. El Tigre! I'm at the waterfall picture. It was taken after a bloody battle. 3 days of hiding paid
goes a handful of grenades. The waterfall ran red that day. You'd always on the run. The friendly soldados we killed. Because it was a lot. Yeah, I get it. Jó, menjünk tovább. This will be easy, he says. Be like a goat, he says. Looks so peaceful from up here. Goats. Fucking show-offs. A kecske mutatja az utat. Shit. Don't get too close. Oké, okay, szuper. Arra megyünk tovább. Vagy nem? Halló? Hello, Bence. Hogyan tudod példányosítani az egyik osztályod egy másik osztály konstruktorában? Hát... nyúlval, nem? Simán. Vagy a leszármazott osztály, vagy az ős osztály konstruktorát akarod hígni, vagy mit szeretnél? Nem tudom, merre kell menni. Lehet, hogy közelebb kellene. Ah, itt, köszi, oké, okay. Köszi. Have to accidentally unblock it. Hmm. Exactly! I love it! Szegény nyúl az... rossz kor volt, rossz helyem. Na mindegy, menjünk tovább.
Baszki. Semmi nem történt. Na. Ah. Igen, ez így mindent megmagyaráz. De az a sasmadár az engem nagyon feszélyez. Na de várjatok már. Hát mondjuk sokkal bentem nem vagyunk. Ja, de arra kell menni tovább, jó. Akkor itt át. Rendülünk erre a... hát tukán? Elnézést. Ha már erre jártunk. Oké, okay. Eddig jó. Hello, sziasztok. Hol vagy? Nem hiszem, hogy ő volt. Ő volt. Haladunk. Can really disappear up here. Would make an army blind. Hát ez kétségtelen. Tényleg jó helyen van a fickó. How is the air both thick and thin at the same time? Te kecske, te nem vagy itt most jó helyem. Bassza meg. Look out below. Okay, I'm at the next picture. Let me guess. Guerrillas are like sharks? Deadly predators with knives as sharp as teeth? Actually, that rock just looked like a shark. Who's the one dangling underneath it? That's Lucky Mama. We never knew when the soldado would find our camp. So we had to secure fast ways up and even faster ways down. Lucky always volunteered to be the first to test the lines. Brave. I hear you're brave too. Clara told me about you. You know, I also grew up without a mama or papa. And you still became a legend. Many guerrillas are orphans, baby Tigre. But it's not our parents who define us, it's our actions. It's like therapy. Mm-hmm.
Pedig amúgy közel volt. Vagyunk. Megnyekkent. Hát lehet. El Tigre, I'm at the statue. That explains the hangover. Every year I drink two bottles of rum. One for me, and one for Lobo. Az igen. I never lived to see a free Yara. To be honest, neither did I. This is the last pick. Felicidades! You're at the top of the world! Now get down here! You're missing all the fun, baby! Tigre! That is me. Gracias, Oluas. Ó, oh, valami gyűjthető cucc. Hát valószínű amúgy se, igen. Vagy vannak ilyen... Na. Tehát valami olyasmi. Bár őszintén szóval a kubai történelemmel olyan nagyon nem vagyok tisztában. Ó, egy kis ilyen magyarázat. Jó. Na hát akkor... menjünk. Tényleg tegnap volt? Most miért jöttem ki külső nézetbe? Az igen. Nyomjatok már valami zenét. Nem? Na. Hát igen, XRT, menjünk tovább. El Tigre! Pű! Az micsoda forma. I've been kicked in the cojones 1,000 times. I haven't felt them since 72. Never do that again. What? At the castle, so casa, baby Tigre. Come on, meet the family. Lucky, my nose is broke again. I'm not your fucking mother. Mama. A mamma. There are people out there who are actually hurt. I am suffering. Ay, easy, mama. Herpes doesn't count. Meet Lorenzo Canseco, poet of the legends. Well, I sense the hot blood of a fighter. And of course you know Lucky Mama, heart of the legends. It's not broken. Really? I felt it go crazy. Merda! Another patient? Looks like La Moral to me. I'm Dani Rojas from Libertad. The new fist of the revolution. No, Clara sent me. Libertad needs the legends on our side, heroes to believe in. To fight another Castillo? He's exactly what Yara deserves. Buena suerte.
Sorry. One revolution was enough. Looks like Clara was wrong. Have faith, Danny. They just need to get to know you. Come see me when you get settled, my baby Tigre. Okay. Ó, hogy lehet a kempet fejleszteni. Aha. És akkor egyre több minden fog megnyílni. Ez az, amit nem értettem például a Red Dead Redemption 2-ben, hogy minek fejleszted a kempet. Vagy... Mármint értem, hogy miért kellett fejleszteni, csak... igazából olyan nagy jelentősége nem volt, szerintem. Oké. Okay. Jó. Megnézzük, hogy hol van ez a... Strong body, strong mind. Clara, I've met the legends. El Tigre is the only one on board with Libertad. Do whatever you have to and get them to join this fight. The people need heroes to believe in. I just hope they still want to be heroes. I'm going to take a walk around their camp. Check out what they've got. Okay, Danny. Hát azért a szájam mozoghatna amúgy. Hola! I could barely get out of bed this morning. They need the support. The people, they think with you, El Tigre. Hát igen, a fast travelhez jó volt. De... tehát belelapátolt egy csomó pénzt, és így... Én azt vártam, hogy kicsit nagyobb hatása lesz. Régi ismerősök? Egy csomó side quest, meg treasure hunt, meg mindenféle dolog. Ezt a front office-t keresem, vagy mi is annak a neve. Oké, oké, oké. Nem, rumos tehet semmi ilyesmi. The last joke you told me almost made me puke. Some reaction is better than nothing at all. I would have preferred nothing at all. Well, when this is over and I invite you to my first comedy show, I'll give you a paper bag. Wow. Never thought I'd actually want to get killed in combat before. Na, ez a... fucking lungs. Ez a foreman. Can you use power tools? Na, és akkor itt mit lehet csinálni? Fast travel. Lehet erősíteni őket. Oké. Okay. Fishing spot. Nem fontos. Kantin. Az nagyon fontos. Igen, Sedit Adri. Nem, mert holnap munka van, hát ilyenkor nem lehet inni. 8-tól órát tartok. Barak, illetve Hunter Lodge, a hunting spotokat keresgélni. És akkor itt lehet valamit. Hát mondjuk nyomjunk egy ilyet. Oh, oké, okay, és akkor van egy ilyen... Jó, 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 értem. És akkor itt lehet... Guerrillas are our hope.
Ja, ilyen hideout location, és akkor ez gondolom ide lehet fast travel-ölni, meg... meg ilyesmi. Jó, értem. Azt hiszem. Oké. Okay. Jó, hát majd fejleszgetjük. Shit. I like your style, Geria. Ez mit csinál? I'm Lola, a.k.a. Goddess of Goods and Gossip. Ja, jó, ez online módban van. Oké. Okay. Coños de guerrilla. What can I do for you, Danny? Benito, you like being a pirate again? We need resources, intel, allies. Only you can get them. I'll send you anyone I rescue. They will be happy to stick it to Anton. Soon, you'll have your own little pirate army. Benito's banditos. I can't lie to you. I like the sound of that. Start sending people my way, and I'll keep an ear to the ground for opportunities. Viva libertad. Viva libertad. Mm-hmm. Oké, okay, és akkor lehet rekrútolni is most már. Nagyon jó. Na mi van még itt? Semmi. Helipad lehet, helikoptert, repülőt. Van workbench. Ez a camp. Oké, okay. Jó. Na, hát azt hiszem, hogy értek mindent. Beszéljünk Tigrével. Got a mission, baby Tigre. Na, nézzük. Okay. If we want these cranky old guerrillas to help Libertad, we need Lucky and Lorenzo on board. So here's what we're going to do. Ever since Anton got obsessed with the cancer drugs and making Viviro, finding medical supplies for Lucky's clinic has been impossible. So I bribed a pilot to fly some in. When the supplies arrive, we tell Lucky they're a gift from Libertad, and boom, everybody's friends. Perfect plan, right? Well, it would have been if some hijo de puta didn't shoot down my chopper. Go get those supplies before someone else does, baby Tigre. Mm-hmm. Yo. Remember the three guerrilla principles. Always be moving. Always be on guard. Always kill your enemy before they kill you. Igen, ez egészen pontosan olyan, mint a... hogy a Siege meg a Chego az egy olyan játék, ahol erőbb kell rákattintanod az ellenfél fejére, mint az ellenfélnek a te fejedre. Oké, na nézzük meg a... kéne valami jármű. Mert akkor ezt még megcsináljuk ma. És akkor ezzel zárjuk a dolgot. Vagy menjünk gyalog. Ja, hello Caprioli. De erre nem is tudok menni. De. Hát ez így rohadt messze lesz. Csak nem. Hát így, így oké. Na már megy a aprítás. Hát lassan leérünk.
Okay. Baby Tigre, how's it going with those medical supplies? I'm working on it. Don't put off what you can do today, because tomorrow can turn into yesterday, and by then it's too late. I think you might need a nap, big guy. I have more intel for you. Nem bírnak a vérükkel. Itt valami történt. Mintha mindenki halott lenne. This looks like they drop. What a mess. És hát itt a Who are you? We're La Moral, and the Leste is our land. Our land, our medicine. You practice that little speech? Yeah. This is property of Libertad. Ah, Libertad. Knew you would come begging for our help. We should be fighting Castillo together. I'm Honron, second in command. Nice throw. Name's Danny. Danny Rojas. Uh-huh. Company. Egyből barátok lettek. Batter up. Hopp. Na, erre meg nem beesek így ilyen... Na, már... Mász fel. Oké. Kelet felől. Shit. Keep pushing them back. Rossz helyen vagyok. Nagyon rossz helyen vagyok. Működik az éj. Soldados coming from the west!
Yeah. Keletről jönnek. Aha. Libertad, but Yelena needs these supplies. You got wounded. Yelena's your boss? Yeah. She's gonna kick my ass if I don't come back with something. Well, Clara's gonna try to kick mine if I don't bring these to the Legends. Libertad wants the Legends of 67? Half of Yara thinks are dead. Oh, they're very alive. And half of La Moral thinks are full of shit. But I majored in history. They paid in blood to put Anton's papa in his grave. I tell you what, you give me these supplies, I'll introduce you. Ah, coño. Yelena's gonna kill me. But at least I got to meet the Legends first. Now, Danny, you get us a chopper. Then we can talk supplies. Welcome to La Moral. Libertad. Whatever. Okay. An old Spanish military tower along the western coast. That was crazy! That can't believe we survived! The only blood I want to see is the blood of Libertad. Jó, és akkor kell egy helikopter. We will squeeze them dry, every drop. The blood of Clara Garcia's traitors will be the sea. Hát Caprioli amúgy ennyi. Hát most itt hisztizik. Na, viszont ezt a helikoptert majd csak jövő héten fogjuk már elhozni. Ugyanis én mára megköszönöm a figyelmet, mert tényleg esteledik, nekem meg holnap órában órát kell tartanom, úgyhogy technikai vezetős. Mire? Caprioli. Nem pontosan értem, mire kellene. Na, úgyhogy... Ja, hát ezt Caprioli ne nálam érdeklődj, mert tudod, én már nem vagyok ott egy jó ideje, úgyhogy én ebben nem tudok segíteni. De szerintem van ott elérhetőség. Biztos vagyok benne. Jó, úgyhogy még egyszer én elköszönök. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönöm a followokat, szubokat, csíreket, donéteket, meg hogy figyeltetek arra, hogy hidratáljak. De főképp azt köszönöm, hogy ilyen szép számban itt voltatok. Őrület. Hát mondanám, hogy legyen kellemes hétvégétek, mert már azért olyan sok nincs hátra. De hát legyen kellemes hetetek, jövő héten találkozunk. Szerintem kedden pörgetjük, de kedden szerintem nem ezt fogjuk, hanem diablózunk egy kicsit. Jó, így este.
az úgy jót szokott tenni a keddestéknek. Várlak titeket akkor is sok szeretettel. Meg hát a programozás órákra is nyilván. Na még egyszer, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönöm a figyelmet, további szép estét. Sziasztok!